Szeretettel köszöntök mindenkit, a harmadik és egyben utolsó beszélgetés vendége Tompa Andrea, kolozsvári születésű, de már régóta Budapesten élő színházi szakember, színi kritikus, szerkesztő, és amiért ma leginkább itt van, írónő, író. Egészen különlegesen izgalmas történet az ő írói feltűnése és sikere is, mondhatni, befutása. 10 év leforgása alatt, 2010 és 2020 között szinte sorozatban megjelent 4 olyan könyv, amelyekre igen sokat és igen tekintélyes kritikusok hivatkoznak úgy, mint indikátora, vagy legalábbis jelzője magyar, kortárs magyar próza egy módosulásának. Az első regény, a 2010-es a Hóhér háza, itt van a kezemben még az első kiadása, a Karigramma kiadó volt a kiadása, a második a 2013-as Fejtörzs lábtól, a harmadik az Omerta című 2017-ből, és az a legújabb, ami megjelent, a Haza című 2020-ban. Én mutatom be Tompa Andreát, miközben ő van otthon, nekem is be kéne mutatkozni, én Szolnád Dávid vagyok. Kecskeméten születtem, Bécsen nőttem föl, és Budapesten élek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és részt vehetek az Erdély TV-nek és a konzulátusnak ezen a rendezvényén. Irodalomtörténész vagyok és kritikus. Mielőtt átadnám a szót, szóval engem nagyon izgat, hogy ez a 4 könyv, ez hogyan jó, hogyan másként jó, és én ezekkel így szeretek így passziánszozni, így rakom, hogy itt a piros, hol a piros játszani, hogy lehet őket különböző csoportokba. Az egyik csoportosítás, ami egyébként a legegyszerűbb, szerintem a legtöbben egyetértenének velem, kérdés, hogy te igen, hogy ez egy 3+1 szerkezet, ez a 4 könyv, ez 3+1 könyv. És miért? Az így írtam az Omerta című műhely eszédben, ami a jelenkorban jelent meg, az Omerta megjelenése után. Azt mondod, hogy a csíkszeredei Gagyi József azt mondta neked, hogy ha nem vigyázol, te végig fogod írni a Erdély 20. századi történetét, amitől te, ha jól értem, frászt kaptál. De valami ilyesmi történik, legalábbis az első 3 könyvben. Ugye a Hóhérháza, a 80-as évek vége, Ceausescu korszak vége, rendszerváltás környéke, ugyan életrajzi típusú elbeszélésben. A Fejtörzs lábtól egy másik, hasonló, hanem nagyobb súlyú korforduló személyes élettörténeteken keresztül bemutatva, az első világháború és a trianoni döntés ideje. Az Omerta meg megint csak egy 20. században nagy törést hozó korszak, az 50-es évek, ahogy mondtad, erdélyi 56 történetet. Én szóval szerintem te végigírtad az erdélyi 20. századi történetét, és aztán pedig van valami egészen más, szerintem más, ahol már nincsen. Nincs meg a múlt megírásának feladata, hanem valami nagyobb szabadságfokkal írsz. Szerinted mennyire helytálló ez a 3+1-es szerkezet, vagy pedig ez egy tévedés, felfogás, ne beszéljek kiresületlenségeket? Kritikus vagy, azt beszélsz, amit akarsz. És te kezd még végig kell hallgatni. Yeah. Hát 20 évig írtam kritikát, úgyhogy abban a székben is ültem, hogy így mondjam. Amikor mondtad, hogy ez a 3+1, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy melyik 3? Mi a plusz 1? Tehát, hogy ebben
nekem is lehetnek rendszerek a fejemben. Értem, amit mondasz, és ezeknek a könyveknek a kritikai befogadása általában ez a 3+1 volt, és az egy az valóban ez a haza, a kritikák nagy része azzal kezdődött, hogy ez most nagyon más. Uh-huh. És soha nem tudtam értelmezni, hogy ez most nagyon nagy baj, vagy nagyon nagy csalódást okoz, vagy ez hurrá, hogy végre valami más, mert már ezt nagyon unjuk. Abban igazad van, hogy végig írtam, meg végig fogom írni talán ezt az eddig 20. századot, és hogy egymás mellé rakom ezeket a könyveket. Még mindig vannak ilyen lyukak, amikről nem írtam, valószínűleg azokat vagy pótolom, vagy nem tudom. Amikor viccelődünk a férjemmel, azt szoktam mondani, hogy és akkor itt leszel és támogatsz majd 80 évesen, amikor írom, hogy 1763-ban Erdélyben remegő kézzel írom mindezt. Tehát én igazából mindig egy könyvet írok, és az az egy könyv soha nem az, ami itt van az asztalon, hanem az az egy könyv, amivel ma reggel küzdöttem, tehát az az egy könyv van, nincs, igazán nem tudok, hát nem tudom, hogy írnak-e az írók írói életműveket, ezt a kritikusok jobban tudjátok, de lehet, hogy ezek inkább utólagos konstrukciók, és nem egy ilyen 20-30-50 éves projektek, amiben fölrakunk valamiket, és azokat megpróbáljuk összeszűrni. Ez nem azt jelenti, hogy ne a művek ne lennének egymással párbeszédben, és nem úgy olvasódnának, hogy egymással párbeszédben olvasódnak, de én valójában mindig azzal az eggyel vagyok elfoglalva, ami éppen történik. Azt én is érzékelem, hogy a haza ilyen értelme nagyon más, és valóban egyfajta elbeszélésmódból ki akartam lépni, amit már kipróbáltam, különösen az első, a második és harmadik könyvemben, ez az én elbeszélésből akartam már egy kicsit kilépni, mert azt hiszem, hogy az ember folyton azt érzékeli, hogy az eszközei kimerülnek, és valami újat kell találnia. Másrészt nem izgatott már a történetiségnek ez a nagyon dokumentumszerű elbeszélése, tehát hogy a történetben úgy lenni, hogy fölismerjük a dokumentumokat, hanem vajon mi van, hogyha megpróbálnak valahogy egy absztraktabb módon írni, és ez nyilván egy más regényformát is hozott, bárhogy mi a regény, azt én nehezen tudnám megmondani, tehát ez egy olyan ütőfogalom, vagy egy olyan fiók, amiben nagyon-nagyon sok minden betehető. Igen, hát a regény mindig is a legszabálytalanabb műfaj volt, és voltak éppen ezért szeretjük. Tehát visszatérve a történeti prózára, a történeti regényhez, illetve a dokumentumok olvasására. Amikor azt mondtam a legelején, hogy a kritikusok a maguk irodalom történeteikben, most én, beleraknak téged, meg életműt konstruálnak, meg kreálnak, akkor szerintem nagyon jól jön a te életműved ahhoz a meséhez, hogy most karikírozni fogom. Nem föltétlenül így gondolom. Kilábaltunk a posztmodernből, kiderült, hogy nem úgy van az, hogy anything goes, és különben is. És visszajött valami új realizmus, valami neorealizmus, visszajött a valóságigény, az odafordulás, mondjuk azokhoz, akiknek nincsen saját nyelvük, vagy ne, legalábbis ez nem tud megjelenni, a odafordulás a múlt traumatikus epizódjaihoz, amit nem úgy képvisel az emlékezett politika, vagy nem úgy képvisel a társadalomtudomány, vagy nem juttatja el emberek, és most akkor ez lenne. Ezek a pótlások, ezek az emlékezeti pótlások volnának az író feladatai, és erre. És amikor van olyan kritika, aki azt mondja, hogy hát jó, de hát a sodró történetek után a hazában egy nagyon esszéisztikus, nem annyira történetközpontú, nem annyira feladatot teljesítő munkát látunk, hogy akkor van, aki emiatt csalódott. Én nem vagyok az. Én nagyon szeretem azokat is, viszont nagyon szeretem ennek a szabadságfokát. Szóval az én 3+1 sokféle képen tudnék mellett érvelni, de nem én nekem kell meggyőzni téged.
És mit szólsz ahhoz a felosztáshoz, hogy 2 plusz 2, elmondom, hogy van 2 olyan könyv, az első és a 4 közül a legutóbbi, a Hóhírháza és a Haza, aminek önéletrajzi az alapanyaga, és van az a 2, ami hát igazából tényleg történeti regény, meg történelmi regény, mert ahhoz sokat kellett könyvtározni és kutakodni. Így ez vállalható? Ezt én is így magamban ezt a, ha valahogy így elrendezem őket, akkor ez hasonlóbb, már csak azért is, mert az elbeszélés formák is hasonlóak az egyikben, meg a másikban, és tulajdonképpen amikor a Hazához nekifogtam, akkor valahogy lebegett az a szemem előtt, hogy mi volt az az utolsó mondat, amivel a Hóvérháza abba maradt, és kifejezetten abból az utolsó mondatból indul el, vagy egy adott fejezete ennek a könyvnek abból a mondatból indul el, és onnan szövi tovább azt a történetet, ami valóban nem nagyon történet alapú történet. És a kutatást illeti valóban az igaz, hogy a másik kettőhöz sokkal nagyobb történeti anyagokat kellett mozgatni, de az nem jelenti azt, hogy például a Hazához kutattam volna, csak valahogy egészen más, hogy látszik azon a könyvön, hogy én mit kutatok, vagy szerencsére talán nem látszik. A másik kettő sokkal inkább, meg talán annak a könyvnek egy picit az is a feladata, hogy ezt az anyagot ott tartsa, vagy mozgassa orvostörténetben, tehát nem csak mondjuk ilyen társadalomtörténeti anyagot, hanem másfajta területekről, tudományterületekről is hoz anyagot, kezdve a biológiától, az orvosi fürdészet, igen. Balneológia, igen, tehát hogy ha a dokumentarizmusról van szó, és komoly búvárlatokról, tehát ahogy például a Nándor Péter külön kötetbe kiadta párhuzamos olvasókönyv a Verk naplóját, vagy a munkának, vagy ahogy a Zoltán Gábor hozzáteszi az orgiához azokat a kutatók, tehát hogy závada sorolhatnám, tehát én ezt is korszellem, vagy tendenciának látom, hogy az író az mutassa meg, hogy nem levegő beszél itt. A fikció mögött igenis van valami történeti kutató munka. Most gondold el, egy Eszterházy Péter, amikor a Dunakönyve után odarakta a szakirodalom érzékét, hát ez egy vicc volt. Most ez nem vicc. Hogy vezet téged a dokumentum? Láthatóan én úgy képzelem, hogy te ezeket nagyon élvezed, a fürdészeti, vagy a rózsanemesítési, hát ez nagy kutató munka, mert ebből írhattál volna a te kellett tudományos monográfiát is. Szóval vezet téged, húz be a könyvtár, és élvezettel nézd be az erdőbe? Hát valószínűleg, hogy ha én nem élvezném, akkor nem csak megírni nem tudnám, hanem az olvasó belehalna. Még jobban, mint ahogy belehal. Tehát, hogy azért van egy olyan pontja, amikor ez a valami, amiről írok, ez olyan mélyen érdekel, és olyan nagyon felfokozott tanulásban vagyok, vagy így beszívom magamban, de nem nagyon próbálom megindokolni, hogy miért érdekel. Tehát az, hogy miért érdekel egy adott pillanatban a rózsanemesítés, vagy a plasztikai sebészet története, azt nem akarom még megmagyarázni addig, amíg ez nem válik valahogy szöveggé. Tehát nem akarom lefordítani, hogy ezzel majd valamilyen célnak kell teljesülnie, vagy mondjuk a Haza esetében nagyon sok emigrációs irodalmat olvastam, nem szép irodalmat, hanem azt a szociológiai irodalmat, hogy mi van az emigráció mintázatai mögött. És ez az, ami a legizgalmasabb hajtóerő, tehát hogy valami annyira visz, amit nem akarok lefordítani, hogy ez miért történik bennem. De egyébként mostanában én inkább azt teszem, hogy azokat az anyagokat, amiket kutatok, és nyilván nem fogok orvostörténeti kutatásokat publikálni, mert elég mulatságos volna részemről, hiszen nem vagyok orvostörténész, és még a többi tudományterületet is ide
sorolnám, de újabban például publikáltam olyan tanulmányokat, amelyet kifejezetten regényhez kutattam, de a fikciós részét megírtam, és mondjuk egy színházi tanulmányban megírom azt, ami a nem fikció, tehát azt, amit egy könyv nem bír el, meg nem is feladat egy könyvnek, az mondjuk egy ilyen tudományos publikációvá válik, csak nem próbálom a kettőt láthatóan nagyon összekötni, mert érdektelen, ugye, és az egyiknek meg a másiknak az olvasója, az két teljesen, vagy majdnem különböző olvasó lesz. Jó, hát ez egyet fizet, kettőt kapott, tehát egy tiszta haszon. Szóval, hogy ebbe emelhetnénk abba az irányba is, hogy na jó, inkább azt kérdezem, tehát, hogy amikor a hagyott az, hogy az anyag vezessen, az voltaképpen szerintem egy nagyon becsületes kutatói hozzáállás. Akár fikció készül belőle, akár szakmunka készül belőle. Milyen tudsz mondani nekem arra egy számot, vagy arányszámot, hogyha hagyod magad elveszni a forrásanyagba, amikor kijössz az erdőből, mennyi az, amit a talált anyag határoz meg a végtermékből, és mennyi teljesül a te tervedből? Nehéz lenne egy arányt mondani. Az nagyon fontos, hogy van egy olyan terv, ami minden nap megépül és lebomlik. Vagyis szeretnék, tehát van valami probléma, amit általában úgy szoktam megragadni, hogy a változás. Néha hozzáteszem azt, hogy a drámai változás, de ez nem biztos, hogy egy ilyen nagy drámát kell mellé elképzelni, de a regény számomra a változásban testesül meg. Valahogy mindig ehhez a szegény Arisztotelészhez nyúlunk vissza, és a poétikához, tehát a fordulat mondja ott a tragédiáról. És ez a változás nem fog változni, de az, hogy hogyan történik meg, és mi a kontextus ennek a megtörténésnek, és ugye ez 50 oldal vagy 500, azt már valóban az fogja meghatározni, hogy milyen világot fedezek fel, mit értek meg, vagy ez nem is gyakran egy megértés, hanem hogy milyen dolog terül ki előttem, ami kérdéseket tesz oda, és elbeszélhetővé teszi ezt a változást. Gyakran azt tapasztalom, hogy a nagy terv, és mondjuk a Fejtős Lektor terve az volt, hogy 100 évet élnek a hősök, megtörténik velük a II. Világháború, túlmegyünk a diktatúrán, eljutunk meddig, ameddig élek, mondjuk. Jelenik. De nincs azért, mint az Orlandó. Igen, de hát mondjuk ez egy lett volna egy 2-3 ezer oldalas könyv, tehát vannak ilyen könyvek. Nem ez volt a baj, hanem hogy a terv nem kivitelezhető, mert nem bírja meg az anyag ezt az elképzelést. Tehát az anyag ott valahol azt kell mondani, ami megíródott ebből a tervből, az kevesebb, mint 20%, úgy legalábbis időbe belehelyezve, hiszen ez a könyv, ha nincs is odaír, hogy 1928-ban ér véget, de az a bizonyos kiállítás, amiről szó van, az 28-ban volt. Tehát nagyon nyitva kell ezt a tervet hagyni egy olyan eleven szervezetként, ami folyamatosan képes változni annak hatására, amilyen hatások érik ebben a keresésben. De egy időn túl ez a kutatás, ez egyáltalán nem, tehát ez nem egy tudományos kutatás. Nyilván. Te egy tudományos kutató vagy, akinek nyilván végig kell dolgokat. Hát azért én nem tudnék az első világháborúból leérettségizni, és ezzel szerintem eléggé elmondtam azt, hogy... De a kolozsvári színház történetből meg tudnál vizsgáztatni, tehát... Hát jó, azt speciál én is tanítom ezeket a tárgyakat, vagy valamelyest kapcsolódom hozzá, de azért az ilyenfajta kutatásra nagyon nagy a szabadsága, és pontosan mindig ott állok meg, ahol elvisz az érdeklődésre. Sajnos egy tudós nem állhatott meg, ahol igen, elveszett az érdeklődésre. Mindkét előző beszélgetésben elhangzott a poszthumán, meg az antropocén kifejezés, és szeretnék én is akkor ide csatlakozni. Egy kérdés elejéig. Szerintem az én könyveimben lehet csatlakozni ez a kérdés. Lehet, tehát, hogy ezért nem csak ripacskodás miatt mondom, hanem komoly a kérdés. Csak te vesz, hogy ami teljesül, mi nem. Volt, hogy bevallottad nyilvános írásban, hogy az omerta, ami ugye
négy részből áll, négy ember nézőpontjából mondja el a korszaknak a történetét, három asszony és egy férfinek, de hogy lett volna egy ló, lett volna az Annuska, ugye az Annuskának a lovának a nézőpontjából, és hogy az ott nem sikerült, valahogy ott nem sikerült. Félre ne értse senki, hát én imádom az Omertát, tehát ezzel nem arra akarok sajnán célozgatni, hogy na azért ez se sikerült le. Nem erről van szó, hanem borzasztóan érdekel, hogy mik mondjuk itt az elbeszélhetőség határa. A ló története, és én tulajdonképpen azért mondtam viccesen azt, hogy szerintem minden könyvem erősen kapcsolódik ehhez a posztumán kérdéshez, mert nagyon fontos szereplői minden könyvnek az állatok, talán az elsőben kevésbé, bár ott is van egy önmészárlás és állatmészárlás, ami egymásban párhuzamos történetei. Igen, a kutyák, a döglött állatok a hazában, és igen. Ez a ló, aki azért kapott, hogy is mondjam, fényt, vagy reflektorban áll, a Puyu nevű ló. Tehát az elbeszélhetőség határai az tulajdonképpen az, hogy mit bír a regény, mint nagy narráció. Amit én a Puyu szövegéből megírtam, az önmagában egy nagyon ilyen, kicsit ilyen a Kali nyelvén megszólaló történet, és a Puyu történetét tartalmazza, akit a cigányok eladnak és behoznak Kolozsvára, és mivel egy olcsó ló, megveszi egy ilyen kostáti ember. De a regény nagy-nagy szövetében ez olyan mértékben megállította a történet elbeszélését, hogy azt szoktam ilyenkor mondani, hogy beszakad a regény. Tehát nem az asztal szakad a regény. Igen, és egyébként sajnos általában regények szakadnak. A regény hősöket azért nagyon finoman kell megtalálnom, vagy legalábbis én így értelmezzem a regényhős képességét, hogy azért ott kell valami teherbírásnak lenni ahhoz, hogy valakivel együtt tudjunk 500-200 oldalt lenni, mondjuk az Omertában van olyan szereplő, aki 300 oldalt kell, hogy kibírjon, tehát ő kell, hogy hordozzon valamit, ami nagyon, ami képes arra, hogy megbírja ezt a konstrukciót, azt az eszmei, emberi, történelmi terhet, amit rá akarunk pakolni. Na most a Puyu nevű ló önmagában megbírta volna, és én azt gondoltam, hogy egy állaton keresztül ugyancsak meg lehet mutatni a diktatúrát, hiszen Romániában állítólag az 50-es években körülbelül 500 ezer lovat mészároltak le, ezt nem kutatták eléggé ezt a témát, felszámolták a méneseket, fölöslegessé váltak a lovak és traktorok lettek helyettük, tehát az állatok ugyanúgy szenvedői a emberi történetünknek, ezt próbáltam a fejtőslátóban is megírni, de maga az állat nyelve, az állat nézőpontja beroppantotta azt, hogy ez a történet önmagában ebben a világban így hitelesen megálljon. De hát végső soron a lényeg az, hogy én nem tudtam megírni. Nagyon szeretném megkérdezni, hogy mint tetszik dolgozni az írónőnek, de mert őszintén érdekel, csak ez annyira közhelyes kérdés, és volna még egy csomó más, és az időnk meg fogy. Mit szólnál, hogy választ ezt kérdést? Ahhoz mondjuk, vagy amin dolgozom, vagy amin nem dolgozom. Nem. Nem hiszem, hogy te ne dolgoznál mindenkor. Egyébként ez nem mindig jó, tehát azért egy írónak jó lenne, hogyha néha volnának ilyen megállásai. Most például elkezdtek vonzani a színpadi művek is. Mármint, hogy írni? Igen, tehát azt gondolom, hogyha ezt a regényt, amiről már mindjárt mondok néhány szót, befejezem, egy kicsit szeretném megengedni magamnak azt, hogy más műfajokban megbukjak, de nem úgy megbukjak, hogy megjelenjek, és akkor leírják a kritikusok, hogy nem kellett volna Tomp Andrának verset írnia például, vagy nem tudom mi, hanem hogy egy kicsit így visszanyerjem a szabadságom más műfajokban, és nem megint évekig elköteleződve egy regényben ülni. Úgyhogy egy regényt próbálnék a végére eljuttatni, nem állok vele olyan rosszul. Én általában elég gyorsan végigírom az első szöveget, egy ilyen másfél év alatt végig szoktam, ezt tavaly január 18-án kezdtem el. Az egy hétfői nap volt, ha emlékszem.
Akkor pont aznap adtak valamilyen díjat nekem, és ez nagyon jó alkalmat elkezdeni egy új regényt, mert mindig azt gondolom, hogy a díjak mindig megelőlegeznek valamit, és nem... Ez... A díjaidat nem soroltam föl, mert meg lehet nézni a neten, és nem akartam ezzel húzni a időt, ezúton is gratulálunk. Igen, általában minden díj egy bukás, de ezt Beckett mondta, úgyhogy találjuk tőle. Egy olyan regényen dolgozom, ami szintén valami olyan időket is kitölt, ahol még nem jártam, és nem jártam Erdélyben. Ez most egy kicsit tágabb Erdély, amiben ez a regény játszódik. Kolozsvár, Szatmár, picit Várad, a Csík, de egy picit egy ilyen színházi regénynek is nevezem magamban, a főhőse egy színésznő, akit szeretnék eljuttatni a nagyon nulla, majdnem nulla, 7 hónapos korában találkozunk vele először, és ma reggel pont 45 éves volt, és nagyon bánatos, hogy nem nincsen normális szerepei, de majd egy egyéni estje lesz. És ez egy örökbefogadás történet, ami már nagyon érett, hogy erről mondjak valamit. Ez egy olyan örökbefogadás történet, ami összekapcsolódik egy holokauszt történettel is, és valahogy az a kérdés, hogy meg lehet-e találni azokat az utakat, ahogy az ember kifejezi magát, és a színház ilyen út-e a szerepek, amikor valaki más szerepeit játsza el, hiszen a sajátját nem ismeri. Úgyhogy valami ilyen van, hát ha eljut a végéig. Hát gondolkoztam ezen a kérdésen, mégsem lett volna szabad föltenni, mert most még sokkal türelmetlenebb vagyok, mint mielőtt föltettem. Ha még van 1-2 perc, akkor a következő kérdések között választhatsz. Jó? Több szó esett most kritikákról és kritikusokról, nyilván azért, mert én innen nézem. Hogy neked mi volt, mi visszajelzése a kritika, vagy nem? Ez a tétel, B tétel. Hát csak a címekből indulunk ki. Fejtől Schlaptól 2 orvos Erdélyben, vagy Omerta, vagy hogyha egy, tehát hogy más arra volnék kíváncsi, hogy más a regényeid hangzása, tapasztalati világa az erdélyi magyar olvasónak, vagy a magyarországi magyar olvasónak, hogy erről neked mi a tapasztalatod. Én egyszer nagyon kikaptam, mert Bodor Ádám neveit különleges hangzásúnak hallottam, hát azért, mert te nem vagy erdélyi. Jó, mert neked nem vicces a Mustafa Munkerman, mert az minden nap rohangálnak a Mustafa. Na mindegy, zárójel bezáll. Tehát, hogy gondolom, nincs terem Kolozsvár Mustafa Munkermanokkal. De mindegy. Szóval, hogy ez egy B kérdés, vagy na jó, mondjuk 2, mert elbeszélem az időt. Talán az elsőre picit egyszerűbb válaszolni, a másik túl sok minden nyitna meg, amire nem volna idő. Igen, tehát a kritika, én tulajdonképpen így figyelem is a kritikát, főleg amikor egy regény megjelenik, és egy ilyen fél évig, egy évig eléggé odafigyelek arra, hogy mit írnak róla, és most, hogy megjelent könyvem idegen nyelven, arra is próbálok figyelni, kicsit olyan, mint hogyha az újra a nulláról jelenne meg, hiszen egy teljesen új kritikai közegbe kerül, és attól, mert az egyik kritikai befogadása a regénynek az valamilyen pozitív mérleg volt, az nem biztos, hogy egy másik közegben is az lesz. És aztán tulajdonképpen amitől mostanában úgy érzem, hogy nem figyelek, nem olvasom annyira, tehát azt, ami elbátortalanít, elveszi a kedvem az írástól, azt nem próbálok abba így hosszan benne üldögélni, mert nekem nem arra van szükségem, ahhoz, hogy írni tudjak, hogy valaki, nem valaki, hanem egy írás elbátortalanítson és elvegye a kedvem, tudomásul veszem és mélyen magamba eltemettem, és tulajdonképpen azt még így a családban se szoktuk megbeszélni, az ilyen, amikor az embert nagyon-nagyon csapják a kritikusok, akkor egy kicsit így jár ilyen lesütött szemmel. Lábjegyzet, azért ezzel nagyon-nagyon ritkán fordul belőle. De azért nyilván van. És előfordul akkor.
akkor sem. De ez a normalitás része, hogy így mondjam, hogy az ember néha megbukik, vagy bizonyos helyzetekben, vagy van negatív kritika, ez teljesen oké, szerintem. Szóval, és vannak kritikusok, akiknek a mondataira, vagy a gondolataira, és főleg a kontextusra, amiben gondolkodnak a könyvekről, a műfajokról, amire nagyon oda figyelek, és azok így valahogy így kinyitnak akár ablakokat is számomra. Úgyhogy én nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy van kritika, és őszintén szóval az első könyvemnél nem attól féltem, hogy így agyoncsapja a kritika, hanem hogy nem írnak egy sort se. Az sokkal félelmetesebb. Még nagyon sok kérdésem lenne. Szerintem az itt évőknek is nagyon sok kérdése lenne, de hát majd következő alkalommal majd folytatjuk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és ha van esetleg valamilyen elvetemült, aki még nem olvasta el Tompa Andrea összes könyvét, az most ilyen nézze magába, és pótolja ezt a szégyenletes hiányosságot, mert jól fog járni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is a lehetőséget.